Ehhez is véletlenül a stop gombra nyomtam, haladjunk tovább. Emelé tenném a biotechnológiát. Itt eleinte már felfigyeltünk arra, hogy itt nem a légzőizomzatot támadja meg a kórokozó, hanem az oxigén átadást, tehát a tüdősejteket támadja meg és folyosítja el. És a hagyományos értelemben vett hagyományos gépi lélegeztetés az kifejezetten árt a betegnek, tehát aki gépre kerültek, 97%-uk meghalt. Na erről ennyit, tehát megint csak úgymond a Death by Medicine, ugye van egy ilyen könyvemnek ez a címe. Vagy mi az dokumentum, nem is tudom, ez dokumentumfilm volt éppen, vagy könyv, sírtam, nem tudom. De az a lényeg, hogy volt egy ilyen könyvnek ez a címe, ugye volt ez a Dr. Eberti Jenő talán, vagy igen, ő talán ő volt az, akinek van egy ilyen, fönt a mai napig a YouTube-on fönn van, az a videónak a címe, hogy vigyázat orvos. Tehát itt konkrétan azt tölt egy genocidium, egy orvosok által végrehajtott, az egészségügy által végrehajtott genocidium volt az, amikor az embereket lélegeztető gépre tették, ez ennyire egyszerű. Ezt lehet szépíteni, ez egy tömeggyilkosság volt. Az elején, most én a tavaszról beszélek, azt is megfigyeltek, tehát itt oxigént kellett adni, és nem gépet elsősorban. Tehát akinek nem jutott például lélegeztetőgép, csak oxigént kapott, az megúszta. Tehát nagyon nehéz bizonyítani, hogy mennyi a valós vírus eredetű halálozás, és mennyi az egyéb okok miatt bekövetkezett halál. Ez még mindig a Matrixon belül maradva is egy teljesen, úgymond jogos felvetés, ugye? És különösen most, hogy így elindult már ez a brutálisan megtámogatott propaganda, állami, meg nemzetközi propagandával megtámogatott kényszer oltakozás, meg mit tudom én, és hát és ugye, és állítom, még most is vannak, mindig azt mondják, ilyen retardáltak, hogy meghalt koronavírusban, amikor a 125. oltás után összecsuklik valaki és meghal, és akkor meghalt koronavírus, természetesen. Az nem jó, hogy nem, a mai napig igazán nem ismerjük a viselkedését, hogy ebből mi lesz. Tehát nem, rövid az idő, rövid a nyomonkövetés. Mit csinál az immunrendszerrel esetleg évek? Na hát pontosan erről beszélt, mert megpróbálom azt a linket is betenni, ha nem felejtem el. Remetei Tamás pontosan erről beszélt. Ő ugye nagyon régóta nyomja már ezt. És őt a Ruf Tibinek köszönhetem, hogy őt megismertem egyébként. Ő nagyon régi, szintén budaörsi motoros volt. Tehát a hídgyülekezetében még akkor csatlakozott, amikor az még Budaörsön zajlott. Ő nekem elmondta ennek a történetét is. A Ruf Tibi volt az, aki összehozott bennünket, több ilyen figurát egymással. Ezeknek a legnagyobb részét ismertem, de pont a Remetei Tamás nem. És így tudtam meg, hogy ő nagyon régóta és nagyon magas színvonalon és szinteken képviseli úgymond az úgynevezett oltás szkepticizmust. Amit azért szoktak így nevezni, tehát amikor te konkrétan tudod, hogy egy oltástól halt meg, vagy nyomorodott meg a gyereked, és akkor ugye ezt így kell nevezni, hogy ne legyen túlságosan bántó élő, úgymond az érzékeny lelkű emberek számára, hogy oltás szkeptikus, ugyebár, igen. Meg azért, hogy ne legyen az kimondva, hogy hát ez itt mi. Mert ennek, hogyha elfogadjuk a Montagnyi érvelését, hogy van benne AIDS tulajdonság, AIDS vírus szakasz, akkor lehet, hogy az immunrendszert bántja, nem tudjuk. Mikor fogtok fölébredni, retardáltak, elnézést kérek, mikor fogtok fölébredni és azt mondani, hogy lehetséges, hogy azok az emberek, akik már évtizedek óta mondják, hogy túl vagyunk szaporodva, és túl vagyunk népesedve, azok, amikor ugyanez az ember, mint például a Bill Gates, ugye egyik kezébe ott fogja az, hogy túl vagyunk népesedve, igen, és erről beszél, és erről tart előadásokat minden, amit tudom, másik kezében ott van a rohadt fecskendő. Nem esik le nektek, hogy ez nem az az ember, aki nem tudja a balkéz, hogy mit csinál a jobb, hanem ez tudja, hogy mit csinál a balkéz, és mit csinál a jobb. Hát miért ő dollár milliárdokat abba, hogy a fejlődő országokban ilyen kétes eredetű, meg hatású vakcinákat nyomjon, és ott megkenje a izéket, a helyi törvényhozást, meg az erőszakszervezeteket, hogy ezek végigmenjenek és beoltsák a teljes lakosságot. Miért? Miért pontosan azokat az országokat célozza, úgymond, ahol a legnagyobb a népszaporulat? Miért? Nem gondoljátok ezt végig, hogy ugyanaz az ember, aki megvan arról győződve, hogy túl vagyunk szaporodva, hogy ez nem véletlen? Ennyire hülyék vagytok? Most azért az oltás buzikhoz beszélek.
beszél a védőoltásról. Itt már egy pár aspektusát mondtam, hogy a védőoltás a hagyományos értelemben nem biztos, hogy működik. Lehet, hogy hat is a modern vírus ellen a modern védőoltás. Viszont, ha meggondolom, hogy... Itt most azt mondta, hogy amikor azt mondta, hogy védőoltás, akkor csinált egy ilyet a kezével. Tehát magyarul ő is pontosan tudja, és ezt így, mert ez egy most egy videófelvétel, csak ezt ugye nem lehet itt látni, hogy ez nem egy védőoltás, ahogy ezt a professzor Bardóc Zsuzsanna is elmondta, aki szakember, nem úgy, mint például a dr. Lukács András, ugye biofizikus, aki nem, hogy nem szakember, ahogy én sem, de én nem gondolkodom, ahogy ő nem, úgyhogy csak erről ennyit. Ez egy rendkívül visszafogott megállapítás, és tökéletesen igaz, hogy ez még védőoltásnak sem védőoltás, túl azon, hogy maga védőoltás sem véd. Sőt. Ez ahogy a kukoricát ugye nem génkezelhetem, az egész populációt meg génkezelhetem. Tada! Nem kellene itt jobban támaszkodni az orvostudományt értő szakemberekre? Elég, ha valakinek milliárdjai vannak, és kijelent valamit. Hát ez egy felelőtlen emberkísérlet, hogyha ez így megvalósul, hogy válogatás nélkül leoltunk mindenkit. Pontosan. És ugye ez volt számomra a legmegdöbbentőbb, hogy azok az emberek, akik nyomták ezt az egész oltás propagandát, a dr. Merkeli Béla nyomán, aki megmentette Németh Sándor életét a Híd gyülekezetében, nyomták ezt az egészet, és a sok megvezetett birka, elnézést kérek, most mondok egy nevet, a Szobota Orsi, meg más egyéb emberek, kitették ugyan a Facebook profiljukra, hogy be vagyok oltva, hogy mit tudom én, vaccinated, mit tudom én, érted. És komolyan is fogtam a fejemet, hogy édes Istenem. És akkor elmagyarázták egymásnak, hogy akik hisznek, azok olyan jelek követik, hogy bármi halálost isznak, és meg nem árt nekik. Tehát, érted? Túl azon, hogy itt nem iszol valamit, hanem beledöfsz magadba egy konkrét méreginjekciót, hát a Jézusnak a megkísértéséből világos, teljesen világos, ezzel a logikával. Jézus leugrott volna a templom tetejéről. Banyek. De nem ugrott le, miért nem? Azért, mert ez Isten kísértés, mert ha valamiről tudod, hogy nem biztonságos, akkor azt nem csinálod meg, mert az azért Isten kísértés. Most itt van egy olyan kvázi betegség, amit vagy meghoz, vagy nem. Ugye, tehát még ez se volt egyértelműen, hogy ez biztos, hogy meg fogod kapni, sőt, az meg még kevésbé, hogy ettől konkrétan valami bajod is lesz. Tehát a mai napig nem tudjuk pontosan, hogy ez hogyan, de azt lehet tudni, hogy ugye voltak egyszerű és olcsó gyógyszerek, amik mikor te kezdett ez ellen, ugye bár azokat agyon hallgatjuk, természetesen, mert csak a vakcina véd, a vakcina vagy a halál, ugye idézzük aranyszájú Németh Sándort. Igen, tehát amikor az van, hogy amikor az merül föl, hogy elkapom-e úgymond a izét, megfertőződök-e a koronavírustól és belehalok-e, akkor az ügyben nincsen az a hihetetlen hit, hogy bármi halálos tisznak és meg nem árt nekik. Tehát akkor a Biblia nem számít, ott nem érvényes a Biblia, hogy jelesnek mellőled ezzel a jobb kezed fel a 10 000-en, és hozzád nem is közelít, ugye? Meg hogy a dökhaláltól védve leszel, nem félhetsz a repülőnyíltó nappal, stb. Tehát az nem. Ott arra nem vonatkozik, az ellen nem véd, ugye? Viszont amikor az van, hogy a vakcina, akkor egyből jön a nagy hit, fene nagy hit, hogy igaz, hogy Isten kísértést csinálok, de viszont hitem van rá, hogy mégsem lesz bajom tőle. Gratulálok. Ellenes tartalmazó oltóanyaggal. Milyen veszélyei kifutásai van? Hát nem tudjuk, beépülhet a génbe, génmutációkat csinálhat. Hát nem, nincs rá tapasztalat, nincs kimérve ez, hogy ez mire képes. De az biztos, a növényeken látjuk, hogy a génkezelt termékek silányabbak, vacakabbak, kevésbé ellenállók, hamarabb elpusztulnak. Hát mi is élők vagyunk, tehát ezek várhatók. Hogy a cost-benefit, lehet, hogy sokkal nagyobb betegséget kapunk azzal, mint ha nem oltatnánk be magunkat. Tehát. Cost-benefit, ugye az ár, meg az előny. Tehát az előny, meg amiben ez kerül. Tehát, hogy ez mérlegeljük úgymond a pro és kontra, tehát ezt jelent ez a cost és benefit. Tehát még ugye a Matrixon belül maradva sem,
volt egy okos dolog az, aki beoltotta magát. Magyarul ez ennyi. És akkor ugye most nem beszélek arról, hogy most nem olyan tegnap, vagy mikor kaptam meg ez a talán Rónai Péter, ez az Amerikában élő ügyvédnek, ahogy hívják, hát, aki már nagyon régóta, hát nem nagyon régóta, de elég régóta, nem tudom, hogy milyen régóta figyelmeztet arra, hogy ne oltsátok be magatokat, gyerekek. És akkor most ugye elküldte ezt a izét, hogy nem tudom melyik amerikai orvosi szerv gyakorlatilag azt mondja, hogy azok a gyerekek, akik belettek oltva, azok lehetőleg ne sportoljanak, mert szívinfarktusban meg fognak halni sport közben. Na, erről ennyit. Köszönjük szépen. Itt számos kérdés van, és felelősség teljesen kellene nyilatkozni, mert jó, hát kaptunk gyerekkorunkban egy-két karcolást. Ja, és akkor még visszamegyek oda, hogy a spanyol nátára, mert ezek az oltások bizonyos korokozókat nem, tehát potenciálhatják a hatásokat. Például 1 200 000 amerikai katona meghalt spanyol náthában, úgyhogy nem kellett harcolni, meghaltak. És kiderült, hogy 4 millió katona kapott tifusz abdominális elleni védőoltást. Tehát azt feltételezzük, hogy a tifusz abdominális elleni védőoltás potenciálozta a spanyol nátha vírusának az erejét. Lehet, hogy... Ennek komplet irodalma van egyébként, tehát én konkrétan letöltöttem egy talán PDF-ben egy dokumentumot, amit egy korabeli amerikai front, az minek hívják, azt hiszem, hogy a tábori kórházakban szolgáltató teljesítő orvos írt, az amerikai, meg nem mondom, hogy a kongresszus vagy szenátus részére, talán a kongresszus részére, aminek az volt a címe, hogy The Evils of, vagy pontosabban az volt, nem tudom, hogy az alcíme, vagy a főcíme, hogy a The Evils of Vaccination. Tehát, hogy a vakcináció gazdettei, vagy borzalmai, vagy nem tudom, többféleképpen lehet fordítani. És tehát ezt akkor, az első világháború alatt, ha jól emlékszem, készült ez a mű. És ez könyvben ki lett aztán adva. Tehát ennek a vakcinázással szembeni, hogy mondjam, polgári és szakmai ellenállásnak olyan tradíciója van, hogy az megdöbbentő. Nem csak Amerikában, Angliában is, meg más országokban is, de ezek mind el lettek úgymond tüntetve, ugyanúgy, mint az alexandriai könyvtár, hogy leégett. Egyszerűen ezek, de hála Istennek, hogy ezek azért ma addig, tehát ha tudod, hogy hol kell kutatni, akkor meg tudsz találni sok ilyet. És hála Istennek azok köré az emberekért is, úgymond, akik alapkutatást is végeznek ezügyben, mint például a Dissolving Illusions-nek a társszerzője, aki szépen elment, minek hívják, ilyen levéltárakba, és elkezdett kutakodni, halotti bizonyítványokat összevetni, úgymond a korabeli, minek hívják. Tehát ezekből grafikákat készített, és ki lehet mutatni, igen, hogy mikor lett az, hogy be lett vezetve az adott, úgymond, járványra a vakcina, és hogy mikor, és lehet látni, hogy szépen így megy le a konvergál lefelé, a hozzá a nullához egészen, mert amikor már majdnem teljesen ilyen flat lett a kör, ugyebár. Nem ilyen kör, amit ők ígérhetik, hanem ez a kör, ugyebár, ami a magasról indult, ugye, amikor még nem volt izé, és akkor szépen lement, és amikor már itt tart, ez a nullához konvergál teljesen úgymond az izé, ez a görbe, na akkor bevezették a vakcinát, és akkor utána mondják, hogy a vakcina tüntette a lézét. Na erre mondom én azt, hogy menjetek, ha nem akarom mondani, hogy hová. Tehát ez olyan szintű cinikus és gusztustalan csalás, hogy az döbbentő. És emlékszem, amikor egyszer egy ilyen izét közzétettem ebből a honlapról, a dissolvingillusions.com, vagy nem tudom melyik, vagy hol, nem tudom pontosan mire végződik, mert ugye ezeket is próbálja kinyírni, úgymond a izé, a Google, meg mindenféle más. Tehát, hogy a keresőmotorok ne azt hozzák föl, vagy ha ezt fölhozzák mindent. Tehát állandó támadásoknak vannak az összes ilyen oldalak úgymond kitéve. Ugyanúgy, hogy a Németh Sándornak a pribékjei megtámadják például az Amerikai Népszava oldalát. Ellenére annak mondom, hogy vannak a dolgok, mert radikális nem értek egyet a Bartus Lacival, de nem ezért támadják a Bartus Laci természetesen, zárója bezárva. Egy jó alkalom lenne, hogy itt valamit tudjunk csinálni. Ez a vírus, ez kapóra jött. Kapóra jött a Földnek, lehet, hogy kapóra jön az emberiségnek is.
Hát akiknek konkrétan kapóra jött, az ugye a Klaus Schwab, az meg is mondta, meg többen mások is, ugye egyből a Justin Trudeau, meg az összes ilyen retardált majom, az egyből izérték, hogy hibálkodott, micsoda nagy lehetőség, hogy újra indítsuk az egész világot, úgymond a Great Reset, ugye a nagy újraindítás, micsoda kiváló alkalmat biztosít számukra ez is. Mert az a helyzet, hogy figyeljetek ide gyerekek, az a világméretű globalista propaganda, ez nem az intelligensekre van kitalálva. Ez nem a gondolkodó emberekre van kitalálva, hanem arra van kitalálva, úgy van belőve, úgy van méretezve, hogy minél több ember. Egyszerűen legyen egy, minél több ember elhiggye ezt az egészet. Nem az, hogy az okosok higgyék el, ugyanúgy, mint egy szavazás, egy demokratikus szavazás. Ezért kell populistának lenni valahol, mert ha nem vagy az, akkor csak az okos emberek fogják megérteni. A gondolkodó, az elemző, elemzésre képes elmék fogják megérteni, amit te akarsz. Tehát nem állatszod az emberekkel is azt mondani, hogy hát a GDP meg így, meg úgy, meg amúgy alakult, meg mit tudom én. Tehát nem állatsz ilyen közgazdasági, hogy hívják akkor az emberekkel is elmagyarázni nekik, hanem akkor azt kell mondani, hogy mint a Bill Clinton annak idején, hogy mit tudom én, look at the economy stupid, vagy valami ilyesmit mondott. Tehát így, vagy ahogy a Trump azt mondja, we will make America great again, és akkor... meg ilyeneket kell mondani, hogy Sleepy Joe Biden, meg Rotten Hillary, meg mit tudom én, és akkor az ugye átmegy. De és akkor, és nem, most független attól nem teszem le senki mellett a voksomat, csak azt mondom, hogy ezért ez így működik. Tehát az, amit ezügyben a világnak a vezetője azonnal üdvrivalgva mondtak, hogy ez mekkora nagy mekkora nagy kiváló alkalom arra, hogy csináljunk ebből valamit, a nagy újraindítást természetesen, ezt azért mondták így, mert azokra az emberekre van szabva, úgymond ez a propaganda, akik nem gondolkoznak nagyon. Ez ennyire egyszerű. Mert valamit az elmúlt 6000 éves gyakorlaton változtatni kell, aki ezt mondja. Hát az elmúlt 6000 éves gyakorlat ugye az volt, hogy az embereket nem oltogatták. Az utolsó 200 évben oltogattak, és valamiért mégis itt vagyunk. És most vagyunk a legbetegebbek. Ugye a régészek által talált ilyen mindenféle koponyák, meg minden tanúsága szerint, meg az embereknek a vázrendszere, stb. Az alapján megállapítható, meg a fogazata, stb. Alapján, hogy a múltban is, az ókorban is, aztán a középkorban is, azok a helyek, ahol civilizáció volt, olyan magasan szervezett civilizáció volt, ott volt az, hogy az emberek borzasztóan betegek voltak. Tehát az igazi nagy betegségek gyakorlatilag. Azében ott inkább attól van, hogy kőbalta volna a fejébe vágva, vagy pedig egy villál ki azéből a gerincéből, vagy valami. Tehát ott ilyenek miatt haltak meg jellemző az emberek, vagy egy kartfogó tigris ketté harapta, vagy mit tudom én. Tehát így haltak meg az emberek, de amúgy egészségesek voltak, ameddig éltek. De amikor összejöttek és össze nagy kupacban minden, ott megjelentek mindjárt a civilizációs betegségek, elkezdtek rosszul kajálni az emberek, úgymond egészségtelenül élni, stb. 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 És ott nyilván a járványok is egyből jönnek. Teljes mértékben egyetértek. Csak azt kell nagyon jól meggondolni, hogy hogyan. Én lehet, hogy előre szaladtam, igen. Tehát itt most nagyon finoman megpróbálta megfogalmazni a lényeget. Úgymond megpróbálta megfogalmazni úgy a mondani valóját, hogy azért ne rúgják őt ki az állásából gyakorlatilag elnézést. Mert ugye ezt mondta, hogy egyetértek azzal, hogy itt nem úgy kell csinálni, mint hogy az elmúlt 6000 évben konkrétan működött, hanem úgy jó, rendben van, jó, csináljuk másképpen. Csak gondoljuk meg, hogy hogyan. Tehát ez egy nagyon finom jelzés volt az ügyben igazából. Tehát, hogy ezt valaki úgymond, most elnézést, ezt lefordítom, és remélem, hogy nem okozok neki bajt ezzel, hogy ezt lefordítom úgymond egy egyszerűbbre, vagy közérthetőbbre. Itt azt mondja, hogy ami nincsen elromolva, azt ne akard megszerelni. Ez, ha nem kapunk más erősebbet, ez egyszerűen el fog tűnni. Azt hiszem, hogy az jövő év végére ez elpusztul, eltűnik az életünkből. Tehát ez nem... Igazán nem lehet ellenfel az emberiségnek ez a kis pár molekula. Na hát ez eddig tartott. Elnézést mondom, tehát akkor véletlenül megállítottam menet közben, tehát akkor ez már csak a második befejező rész ennek a... Jó, na hát talán érthető volt, remélem. Akkor megpróbálom betenni a description boxba a leírásba, vagy mit tudom én, ezeket a pár ilyen linket még, meg talán ennek az eredeti videónak a linkjét is. Na, köszönöm szépen, elnézést, hogy így elhúztam. Próbáltam minél többet belesűríteni ebből. Ja, köszönöm szépen, szevasztok.